Ünnepélyes keretek között avatták fel november 13-án a záporhatározó tó köré épített új rekordnán borítású futókört. A beruházásra az országos futópálya építési programban nyert forrást Kiskörös. A megjelenteket a város nevében Domonyi László polgármester köszöntötte, aki a beruházás fontosságát hangsúlyozta. Azért kell ez, mert van rá igény, és azért kell ez, mert van rá lehetőség. És ezt a lehetőséget Magyarország kormánya adta meg az Aktív Magyarország programon keresztül Révész Máriusz kormánybiztos úr segítségével és a SEOS segítségével, ugyanis ők delegálják Magyarországon ezügyben a kormány akaratát. Úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon szeretném megköszönni Révész Máriusz kormánybiztos úrnak és főtitkár úrnak ezt az óriási segítséget. Mint tudjuk, ez a terület egy teljesen új fejlesztése a városnak. A kiskörösieknek a tetszését elnyerte a víztározó, és egyszerűen ilyenkor azt érezzük, hogy akkor fejlesztenünk kell tovább. A pálya építésének összköltsége közel 63,5 millió forint volt, melyből több mint 33 millió forintnyi önerőt az önkormányzatnak kellett biztosítania. A beruházásnak köszönhetően 800 méter hosszan, 120 cm szélességben került megépítésre a szegélyezett futókör, melynek a Kőröskom Nonprofit Kft. Volt a kivitelezője. A pálya rekordtánnal való borításáért alvállalkozóként a Gardenor Kft. Felelt. Az átadó eseményen Révész Máriusz kormánybiztos is tiszteletét tette, aki beszámolt az Aktív Magyarország programjához kapcsolódó fejlesztésekről. Sokan panaszkodnak Magyarországon, hogy nehéz az élet. És valóban van, akinek 10, van, akinek 20, van, akinek még annál is több kilóval nehezebb a szükségesnél. Ráadásul a Covid idején még néhány kilóval sokaknak nehezebb lett. Az én feladatom a kormányban az az, hogy próbáljam könnyebbé tenni az embereknek az életet, és a kormány ehhez pénzt is ad, és nagyon sok különböző programot indítottunk el. Révész Máriusz a futókör átadásának alkalmát megragadta arra is, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az újonnan megjelent pályázati lehetőségekről. Újítunk fel kerékpárutakat, építünk új kerékpárutakat, újítunk fel turistaházakat, vizitúra megállóhelyeket, tehát tényleg nagyon-nagyon sok mindent teszünk, annak érdekében, hogy az emberek mozogjanak többet. És ha már itt vagyunk, én örömmel látom, hogy ennyien jöttek ki, akik itt futni fognak ezen a gyönyörű futópályán. Szeretném elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán megjelentek az új pályázatok. Lehet pályázni műanyagsí pályára, lehet pályázni Görkorcsolya parkra, lehet pályázni Bringa parkra, és itt úgy látom, hogy még nagyon-nagyon sok lehetőség és terület van itt az újonnan kialakított parkban, az záporhatározó környékén. Gyerekek, ki az, aki szeret közületek biciklizni? Polgármester, úgy látom, hogy be kell adni ezt a pályázatot a Bringa parkra. A kiskörösi óvodások által kifeszített nemzeti színű szalagot Révész Máriusz kormánybiztos, dr. Szélpál Tamás a SEOS főtitkára, Domonyi László polgármester, Séfer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. Ügyvezetője, valamint Nagy László a Kunságszed ZRT vezérigazgatója vágták át, majd kezdetét vette a közösségi futás. Elsőként a meghívott vendégek és a városvezetés tagjai kezdték meg a 800 méteres kört, majd az alapos bemelegítés után csatlakoztak hozzájuk a kiskörösi óvodások és szüleik, valamint az óvodapedagógusok is.